A kora este kezdődő ünnepi eseményen hét végzős osztály vonult az intézmény aulájába, ahol Kocsis Luca köszöntötte a szülőket, tanárokat, hozzátartozókat és barátokat. A végzős tanuló szerint 12. évfolyamosnak lenni különleges állapot, mert furcsa kettősséget élnek meg. Kocsis Luca beszédében kiemelte, hogy ez a megérkezés és az útnak indulás éve, az elszakadás és az érzelmi kötelékek szorosabbá válásának az időszaka. Egyszerre élik meg a végzősök a búcsúzást és a jövő tervezgetését, valamennyiükben ott él még a gyermek, azonban már készülődnek a tudatos döntésre. Ezt követően Lackó Attila, Kertész Bálint, Ignác Dániel, Andrássy Dániel az Ilyenek voltunk című dalt adták elő. Madarász Péter verssel mutatkozott be a közönségnek, majd Oleár Viktória a Piramis együttes Szájfej magasra című örökzöld slágerét énekelte. Hódíts meg most a kék eget, jöjj, jöjj, kérlek ne menj el, gyere. Kérlek, higgy, hogy neked higgyek, kérlek, bíz, hogy bízhassak én. Kérlek, szólj, hogy hozzád szóljak, kérlek, élj, hogy élhessek én. Ezután Miklós Dorina, Kanalas Alexandra napi bölcsességekkel ismertette meg a résztvevőket, majd Fila Tímea Milyen szép a világ című dalt adta elő Szemán Gábor gitár kíséretével. A zenés és prózai produkciókat követően elérkezett a nagy pillanat. A fiatalok először az iskola vezetőinek tűzték fel a gimnázium szalagját, majd az osztályfőnökök helyezték el a diákok ruhájára a végzősök jelképét. Ezt követően Gál András lépett a mikrofonhoz. A főigazgató beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szalagtűzés ünnepélyes pillanat, olyan határkő, ami megállásra késztet. Az oktatási intézmény igazgatója arra kérte a diákokat, hogy emlékezzenek az itt töltött évekre, mert a közös emlékek, együttlétek és a kudarcok formálták olyanná a bocskaistákat, amilyenekké váltak. Gál András hangsúlyozta, hogy évszámokból, természettudományos és nyelvészeti ismeretekből, olvasmányokból összegyűrt tudás érlelte meg a tanulókat arra, hogy jogot szerezzenek a hagyományos szalagviselésére. A szalagtűző ünnepség a végzős fiatalok látványos táncos produkciójával zárult, amelyekre hosszú ideje készültek az osztályközösségek a Szerencsi Bocskai István katolikus gimnáziumban.